Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Az idén is megválasztották a Kristályfürdő szépét. Mai magazinunkban elsőként erről számolunk be Önöknek. Szombat délután rendezték meg a strand szépségversenyt, és menetrend szerint megérkezett a rossz idő, bár az eleje az elég szépen és napsütésesen indult. Hány versenyző indult ezen a szépségversenyen? Való igaz, nagyon szépen indult a verseny, napsütésbe, kánikulába, sajnos ismételten az időjárás közbeszólt. 15 versenyzőnk volt, aki megmérettette magát, nagyon szépek voltak a lányok, azt lehet mondani, hogy tényleg nehéz volt a zsűrinek a döntése, de döntést kellett hozni mindennek ellenére, hogy a második fordulót nem tudtuk megtartani, mert az eső elmosta. Még az a szerencse, hogy az első fordulóban minden lány megmutathatta magát, le tudtuk pontozni, és a kapott pontok alapján hoztuk meg a döntést. Természetesen ez nem egy reális döntés, hiszen ezt mondtam is az induló lányoknak. Ez akkor lett volna reális, hogyha az elődöntőből ugye a 8 továbbjutó ismételte meg tudta volna mutatni magát, mert akkor felszabadultabbak lehettek volna. Sajnos ezt nem tudtuk végrehajtani, mert az első közbeszólt. Az első fordulóban milyen ruhákkal vonultak föl a lányok? Ugye az első forduló az mindig ugyanaz, tehát az először egy saját ruhában, amit ők saját maguk kiválasztottak, amit úgy érzik, hogy ők legjobban passzol az ő temperamentumukhoz. Utána egy fürdőruhás bemutató volt, és utána pedig a általunk biztosított úgynevezett koktélruhába vonultak fel a lányok. Kik hozták a döntést, kikből állt a zsűri? A zsűri a tavalyi győztes volt, ugye a Vajda Ráhel az egyik zsűritag, a másik zsűritag a Józsáné Palcsó Rita, a Kristályfürdő Kft. Gazdasági vezetője, aztán a harmadik a Szalai Nikoletta, aki az Excellence fodrász szalonnak a tulajdonos fodrásza, és az ő kollégája a Krisztián, valamint én voltam a zsűrinek az elnöke. Milyen szempontok szerint pontozták a lányokat? Mi az, amit ilyenkor néz a zsűri? Ugye nézzük azt, hogy ez egyáltalán milyen az összhatás, milyen a mozgása, milyen a kisugárzása. Tehát próbálunk minden olyan figyelembe venni, amelyik a pontszámokat eredményez ahhoz, hogy ő első helyezést vagy esetleg jó helyezést érjen el. Ezek a lányok honnan érkeztek ide erre a versenyre? Hát most elmondhatom azt, hogy az országnak az elég nagy területéről érkeztek, mert volt Szombathelyről, Nagykanizsáról, Veszprémből, Jászfényszarúról, de Szlovákiából is érkezett versenyzők, és nem is rosszul szerepelt, hiszen ő lett a második. Miközben a lányok jöttek, és különböző ruhákban vonultak föl a színpadon, volt egy pici idejük szusszanni, eközben kik szórakoztatták a közönséget? A Dynamic Rock and Roll volt az a csoport, aki bemutatta tudását. Mindig nagy érdeklődésre tart szert az ő produkciójuk. Vonza a családokat, vonza azokat, akik a szülőket, tehát nagy tömeget tud megmozgatni. Aztán ugye jött volna egy budapesti együttes, aki sajnos már az időjárás közbeszólt, azt már nem tudtuk megtartani, és este lett volna egy újabb zenekar, valamint éjszakai fürdőzés, de ez mindegyik elmaradt, mert az időjárás olyan, hogy most már ezzel nincs értelme foglalkoznunk, ugye nem tudtuk megtartani. Lesz-e mégis olyan esőnapos pótidőpont, amikor az éjszakai fürdőzést és az esti koncertet be lehet pótolni azoknak, akik ma jöttek volna el és ma töltötték volna el itt az idejüket? Hát én bízom benne, hogy augusztus 7-én lesz ugye a következő programunk, ahol Kassa Tibi lesz a vendégünk, az is egy éjszakai fürdőzéssel zárul. Én nagyon-nagyon bízom abban, ideig sajnos mi mindig úgy szervezzük, hogy arra az időpontra, amikor valamilyen programunk van, akkor mindig vagy eső, vagy olyan viharos szél van, hogy nem tudjuk megtartani. Akkor érkezik Kassa Tibor, és én úgy szeretném, hogy az ugyancsak éjszakai fürdőzéssel záruljon. Én nagyon bízom benne, hogy az időjárás akkor nem szól közbe, és akkor ténylegesen olyan szórakozást tudnak eltölteni itt a vendégek, amire vágynak. Mi az, amit kapott az első helyezett, milyen ajándékokkal térhet haza? Hát én csak egy párat sorolnék fel, mert elég nehéz, mert nagyon sok volt az ajándék, amit kaphatott. Ugye a legfontosabb ez egy kristályváza, amiben bele lett csiszolva az, hogy a Kristályfürdő szépe 2015. Aztán kapott egy mobiltelefont, egy iPad-et, egy fényképezőgépet, 15 000 forintos Müller vásárlási utalványt, aztán ajándékcsomagot, illatszercsomagot, tehát nagyon-nagyon sok olyan ajándékot kapott, amit most így hirtelen felsorolni sem tudok. Természetesen éves bérletet a Kristályfürdő Kft-nek a jóvoltából, vagy egy festményt a Balikó galéria jóvoltából. Tehát összességében azt mondhatom, hogy egy versenyen, ezen a versenyen a győztes körülbelül 500 000 forint értékű ajándékkal térhet haza.
Sok szeretettel gratulálunk, megnyerted az Ajkai Szépségversenyt, bár az idő elég mostoha, de azért te nagyon-nagyon mosolygos vagy. Milyen érzés királynőnek lenni? Hát most őszinte legyek, el se tudom mondani, tehát nagyon izgatott vagyok, remegnek a lábaim, de nagyon-nagyon örülök, tehát ez mindenképp akartam, gyerekkorom óta akartam már egyszer egy koronát, úgyhogy nagyon örülök neki. Még izgatott vagyok. Hányadszor veszel részt ezen a strandszépségversenyen? Harmadszor, úgyhogy reméltem, hogy a harmadik lesz az igazi. Az első két alkalommal sikerült helyezést elérned? Igen, az első harmadik, a második, és akkor most ezen megnyertem. Hogy kell elképzelnünk ezt a szépségversenyt? Mit kellett csinálnotok? Mik voltak a teendők? Hát, én kicsit megcsúsztam, a lányok már a héten kiválasztották az üzletben a ruhát, én veszombathelyi vagyok, ezért én ma tettem meg, tehát én már délben itt voltam Ajkán, kiválasztottuk a ruhát, kellett hozni bikinit, meg utcai viseletet. Először az utcai viseletbe vonultunk fel, aztán utána a bikinibe, és úgy jött végül a koktélruha. Hogy érezted magad a verseny alatt? Izgatottam, nagyon izgultam, de nagyon-nagyon jól éreztem magam. Nagyon szeretek itt lenni Ajkán. Volt időtök közben beszélgetni a többi lányokkal, a többi versenyzővel, akik gyakorlatilag a vetei társaid voltak? Igen, ahogy meg is lepődtem, eléggé összebarátkoztunk. Nagyon aranyosak voltak a lányok, nagyon tapasztalt, tehát volt, aki nagyon tapasztalt volt. Persze tartottunk is egymásra, tehát a légkörben azért ez meg volt, de azt mondhatom, hogy nagyon jól kijöttünk a lányokkal, nem volt gond. A színpadon mennyire érzed magad otthon, mennyire lehet lazán mozogni, amikor az ember mondjuk magas sarkúban és mondjuk bikiniben végigvonul? Hát, hogy otthon érezni magad, azt nem lehet. Szerintem nincs olyan ember, aki ne izgulna, hogyha színpadra kell lépni. Otthonosan, ha táncról van szó, akkor könnyen, viszont így veszélyezetten, de végül jó érzés, csak felmenni nehéz a színpadra, de utána már jó.